amikor egy ilyen gombabetegség támadja meg az agancsot, akkor ilyen pudvás állaga lesz az agancsnak, az arra utal, hogy beteg ugye az állat. Kicsit olyan ez nekünk erdészeknek, mint egy elhagyott pendrive. Hamarosan jön a jó idő, kimegyünk a természetbe, erdei sétákat teszünk. Noha teljes gímszarvas koponyával, trófeával nem is találkozhatunk, az állat elhullatott agancsaival annál inkább, amiből a szakértők rengeteg fontos információt tudnak megállapítani az adott állatról, sőt a vadállományról és az erdő életéről is. Az agancsnak a mérete, az alakja, az, hogy itt az agancstőnél hogy vált el maga az agancsa fejről, tudunk következtetni az állatnak a korára, az egészségi állapotára, illetve természetesen arra, hogy hol volt éppen az adott állat. Nagyon gyenge minőségű agancsot tudott ez a középkora elején járó állat fejleszteni. Villás az agancs, illetve ugye ezt úgy szoktunk mondani, hogy akár dárdás. Ez ugye komoly sebesüléseket is tud okozni a jó karban lévő állatoknak. Nyilván ugye fel tudja szúrni rá őket, ami az egészséges, életerős állat pusztulását okozhatja. Egy ilyen szarvasnak a jelenléte erdőterületen nem kívánatos. Ahhoz, hogy jó genetikai állományú vad legyen az erdőterületen, ahhoz őket ki kell szedni a rendszerből. Nem csak a vadgazdálkodónak, de az erdőgazdálkodónak is nagyon fontos információkat rejt az az agancs, amit ott találunk a területen. Ahol az állat megtalálható, ott nyilván ugye történik rágás is. Magyarul azok a fák, amik ott vannak az adott területen, azok megsínnik a szarvasnak a jelenlétét. Ha űzzük, ha zavarjuk a vadat, akkor egyre több helyszínen a megszokott táplálkozási helyétől akár távolabb is károsítani fog. Ezt mindenképpen szeretnénk elkerülni. A Pilisi parkerdőnél a cél az, hogy a területen a vadállomány az olyan mértékű legyen, amit az erdő vadeltöltő képessége elbír. Magának az anyaga ez csont, amit az állat minden évben újra növeszt, és a tavaszi időszak folyamán február közepe tájékán itt az agancstőnél az úgynevezett csontfaló sejtek elvégzik a munkájukat, ilyenkor eltűnik ez a kis összekapcsoló rész, és az agancs leesik az állatnak a fejéről. Az agancs nem természetes úton történő letörése a szarvasnak komoly sérüléseket, fertőzéseket okozhat, aminek következtében az állat el is pusztulhat. Sajnos vannak olyanok, akik kifejezetten vagyonszerzési céllal űzik a vadat, hát azt próbálják elérni, hogy az állat idő előtt elveszítse az agancsát. Ez sajnos akár kifeszített dróttal, vagy pedig ugye magával az űzéssel is elérhető. Tudnunk kell, hogy jelen esetben akkor állatkínzásról van szó. Ha bárki ilyet tapasztal a területen, a rendőrségnek, illetve a Pilisi parkerdőnek legyen szíves akkor ezt bejelenteni, hogy nyomára bukkanjunk ennek a tevékenységnek. Nagyon fontos, hogy kirándulóként, túrázóként, hogyha agancsal találkozunk az erdőben, akkor azt semmiképpen ne szedjük össze, hagyjuk ott a helyén. Van arra azonban lehetőség, hogyha valaki agancsot szeretne gyűjteni, akkor az erdőgazdálkodónál engedélyt kér. Ezeket az engedélyeket meg is szoktuk adni, azonban mielőtt árusításra kerülne ez az agancs, előtte be kell mutatni az erdőgazdálkodónak, vadgazdálkodónak a már említett információk beszerzése véget. Ne feledjük, a természetet járva mi csak vendégek vagyunk az állatok élőhelyén, így se szemetelésnek, se zajongásnak nincs helye egy-egy kirándulás alkalmával. Ha pedig találkozunk egy vaddal, akkor sincs oka félelemre. Maradjunk nyugodtak, és csupán annyi dolgunk van, hogy megadjuk a vadnak a menekülési lehetőséget, amivel élni is fog támadás helyett.